Szokát fogunk készíteni, amire azt szokták mondani, hogy ez nizza pizzája, de semmi köze a pizzához, egyrészt mert nincs benne fehér liszt, értelemszerűen, másrészt mert nincs benne élesztő. Az egyetlen közös pont a szokka és a pizza életében az az, hogy a fatüzeléses kemencében nyerik el a végső formájukat. Ha esetleg nyilván otthon nem rendelkezünk fatüzeléses kemencével, akkor sincs semmi gond. A lényeg, hogy a sütőnket legalább fél órán keresztül a legmagasabb hőfokon járassuk. A tészta úgyis megköveteli magának a pihenőidőt, pont egy fél órát, úgyhogy gyakorlatilag, amikor elkészültünk a kis tészta összeállításával, akkor bekapcsoljuk a sütőnket, és már is indul a melegedési folyamat. Csicseri borsó liszt, ez az egyik alapja a szokkának, víz, olívaolaj és só alapvetően. De ha egy picit már úgy gondoljuk, hogy a tésztába is raknánk valamilyen kis fűszerezést, mi most egy ilyen mediterrán ízvilág mellett döntöttünk, rozmaring, aszalt paradicsom és a fokhagyma, ezek szerepelnek majd benne. Az, hogy rajta mi lesz, az megint csak olyan, hogy a fantáziánkra van bízva, mindjárt folytatjuk, de előbb összekészítjük a tésztát. 10 dek a csicseri borsó liszthez, másfél deci vizet öntünk. Jöhet bele a só, és úgy egy evőkanálnyi olívaolaj. Ezt összekeverjük jó alaposan, csomómentesre, és aztán hagyjuk fél órát pihenni. És akkor hozzárakunk a tésztához egy kis fokhagymát, apróra kockázott aszalt paradicsomot, és a rozmaringot. Ezt is így rusztikusan meghagyjuk, csak a leveleket. Ez most így pihen, és még egy nagyon fontos dolog van a szokka sütésével kapcsolatban. Alapvetően nagy réz, lapos réz edényekben, réz tálakban készítik. Bármilyen sütőbe mehető serpenyővel próbálkozhatunk, azért meg kell találni azt a sütő edényt, ami a lehető legjobban elengedi a legvégén a szokkát. Biztos, hogy egy picit beleragad az edényünkbe, akármennyire is kiolajozzuk, de egy jó kis vas serpenyő, az azért megadja majd azt a hőt ennek a szokkának, amit szeretnénk, viszont ami még fontos, jó bőségesen olívaolajjal meg kell majd locsolni a sütőedényünket, és egy picit ezt is fölforrósítani. Azt mondják, hogy annyira föl kell forrósítani, hogy füstöljön benne az olívaolaj. Beraktuk a sütőbe forrósodni a kis serpenyünket, az most már biztos, hogy jó, úgyhogy jön bele a tészta. Tényleg forró? Érzem a kesztyűn keresztül. Már hallani, ahogy sistereg, ahogy belerakjuk a serpenyőbe a tésztánkat, úgyhogy biztos, hogy elég forró volt, és ennek ilyenkor nem is kell egyébként túl sok idő, már gyakorlatilag lehet, hogy így is meg lehetne sütni, de azért visszamegy még egy pár percre a sütőbe. Minden igaz, akkor megsült, pár perc kell csak a szokkának, megsült a szokkánk, úgyhogy jöhetnek rá a feltétek. Alapvetően Nizzában ezt előételgyanánt fogyasztják, egyszerűen csak felszeletelik, és egy pohár fehérborral, rozéval, valami ilyesmivel, ez az előétel. De mi most tovább fejlesztettük, és tényleg egy ilyen pizzaszerűséget szeretnénk belőle alkotni, úgyhogy pontosan ezért morzsolunk rá kecskesajtot. Ez manuri kecskesajt, ennek nagyon finom, lágy íze van, egyáltalán nem az a tolakodó kecskesajt íz. Ez fehér pecsenyéből próbáltam vékonyra szelni, kis sonkácska, amit pedig szintén csak úgy ráhelyezünk, rádobálunk. Ez bármilyen sonkaféleség lehet, ami a szimpatikus a család tagjainak, és azért a rukkola sem hiányozhat. És még egy nagyon pici kis adalékként így hintünk rá pesztót. Ha elkészítettétek és ízlett a szokka, örülök, hogyha beszámoltok róla. Amúgy meg köszi a feliratkozást!